akkor szedjen mindenki ereséget. Megszerettem a fákját. Hát ez tök merő. Mindenki gyűjtsen szépen össze, amit tud. Azt hazaindulunk. Azok lopják az élelmemet még mindig. Zöld falu jött ajándékkal. Köszönjük szépen, aranyosak vagytok, szeretlek titeket. No. De mire ezek hazaérnek, hát az egy örökké valóság. A gomaik tökre örülnek maguknak. Vagy most esznek? Nem tudom. Talán nem is akarom tudni. Jó, törekvők vagyunk. És lesz még egy meghódított törzs, ami még lejjebb fog húzni. Szóval tök jó. Amúgy akinél nincsen kaja, azt menjen már. Szülessen meg újra egy 12. babe. És akkor ezek szerint ennél többen már nem is leszünk soha. Hé, mi van? Gomali. Miért? Gomalik. Júj, ne. Ezek után lehet nem fognak minket szeretni. Hát na mindegy. Szedjük össze a tojásokat. És ez kész? Színeszínű falu. Szintén meghal. Az öreknek nagyon szerencséjük van. Szimpatikusnak találtottak nálam. Hát 12-en már csak összeszerítek egy körbe azokat a tojásokat. Ah, de hogy. Még így is esélytelen. De nagyon szép a grafikája a játéknak szerintem. Az ott nem oszlop meg, ja, nagyon aranyos. Nye, bajszos. Tényleg ilyen kis aranyos háromszemű bod. Még ez is háromszemű amúgy. Nem tudom miért kell a barátságosnak bajszot csinálni. Ki érti ezt? Na mindegy. Akkor már... Én azt mondom... Egész törzs legyen dádás. És öljük meg Ciánt. És azzal már a vége. Mindenki dádás. Jó. Életügyileg nem vagyunk egy százasok, de kajaügyileg nem vagyunk azok. Nem szokásunk enni manapság. Előfordul.
Hát most sorry, de ti meghaltok. Lássátok, nem szeretünk titeket, és meg fogtok halni. Hadd lopják odaltok az élelmet. Csinálják úgy, mintha érdekelne. Előbb-utóbb úgyis el fogtok fogyni. Tyúha! What's going on? Gigász tőlünk. Aki szintén behal. Jó kis husi lesz belőle. Ez már egy pozitív dolog. Nem? És még csak bele se haltunk. Mert úgy egyáltalán. Van még élő ember ezen a helyen, vagy végre meg fogtok halni? Csinyeszínű falu mostantól esküdt elsőm, és nem rokon szenvezik velem. Hát, valahol megértem. Viszont ugye a kajaládájuk üres, az is hozér. Na mindegy. Gyorsan megverjük őket, aztán. Szeretnünk egy kis húsit, ha csak nem lépünk át rögtön a civilizációs fázisba, aminek nem örülnék annyira. Gyerünk, meg tudjátok csinálni. Alig 2.927.920.000 évet kellett csak erre várnunk. Gyerünk, meg tudjátok csinálni. Nem képesek vagytok rá, vagy nem. Ez az. Vadállatok lopják az élelmet. Halleluja. A legjobb hír ma. Tripla gyilok. Na? Szerintem tök pozitív. Puff. Elpusztítottad a cián színű fogú törzset, a totemet készen áll, most már előre lépett a civilizációs fázisba. A törzset uralkodik mindenek felett, ha készen állsz a Ha készen állsz a civilizálódásra, kattints a fejlődés gombra. Első városod megalapításhoz kattints oda. A laborokba kerülsz, ahol megtalálsz a városházat és a járműveret. Hát az nem ma lesz. És kijöttek a csippik. Ami fogalmam nincs, hogy mi. De merjetek hozni egy kis húst. Azt hiszem lesz bőven. Még mindig nem elég. Ötszáz kajánk már csak meg lesz. Ez csípi. Elég egy gomal is amúgy, csak egy kicsit véznábbak talán. Életügyben viszont ugyanannyi, szóval semmi extra. Viszont a banda egy része már. Ó, értem, ide már nem fogtok jönni. Mert hogy ők eltűntek. De akkor mindenki térjünk ide vissza. És egyék, mert van mit ünnepelni.
Megvan minden totem? Ez már alapból zsír. És akkor ott fogjuk folytatni, hogy kreatívkodnom kell majd. Bárcsát kell építenem, meg házakat, meg szórakoztató egységet, meg minden hülyeséget, egy szóval civilizálódni fogunk. Jövőre már a pénz az úr. Wow, még énekelni is tud. Megpróbáljuk kitapasztalni, hogy a civilizációs fázis miket kínál fel nekünk. Azonban volt az előző részben valami olyan, hogy építeni szeretnénk, de már nem emlékszem, hogy mit. Nagyon rég volt már annak is a felvétele. Szóval... Várostervező. Oké. Házat szeretnék. Isten, akkor arról volt szó, hogy akkor ezt szeretném megcsinálni. Hát hogy nézzen ki egy ház? Legyen ez. Így. Aha. Esetleg magasságában egy picit. Nem. Így. Akkor egy háztető neki. Egy ilyen csürtető szerintem jó. Hopp. Azt mondja, hogy Gimpus House néven fog futni. Tök jól néz ki szerintem. Még kell neki egy kis szín. Ez a krém korona. Lehet jobban néz neki? Mindegy. Nem akarom túl bonyolultra készíteni, mert sok idő elmegy vele. Jó nagy ajtóval. Ablak. Legyen ez. Meg ebből a tátongó gyomorból kettőt teszünk ide. Ha, zsír. Aztán még lényeg egy ilyen trófra lőrés ide fentre. Ez itt jól néz ki, egy kis bajszocskával. Vagy bajszocska-szerű képződménnyel. És akkor díszítgessünk. Például virágládával. Van kőfal. Van itt minden, mint a búcsúba. Ez így jól néz ki. Szerintem nem rossz. Csak talán egy picit kell alakítani rajta. Aha. Zsír. Aztán... Legyen egy... Jó kis füstölgős... Kémény. Meg kívánságkút. Wow! De menő! Na, ide hátulra jó lesz. Ez tök jó. Ez cool. Nekem nagyon tetszik. Aztán nézzünk. Ez mi? Részletek. Hmm.
Egy. Meg egy. Mert semmilyen kiszúrást nem akarok. Haveri szívesség, ez mi? Aha. Két ilyen kis csápocska neki. És akkor színezzünk. Húha. Érdekes. Ez így nem is rossz. Na, így. Ez lesz az igazi. Jó. El is döntöttem. Ez lesz. Ez érdekes. Valami más kinézetet szeretnék. Aha! Ablakok és ajtók. Ez a sárga jó. Aztán még a részletekben meghagyjuk ezt a pirosat. Nem, jó ez a kék. Piros, kék, piros, kék, piros. Nem, ez jobb. Ez a piros, ez jobb. Jó. Akkor ez is kész. Akkor szerintem végeztünk. Ez így, tök szép. Gimbus House. Mentés, kilépés. Szóval egy szórakoztató egység. Na törzs fel akart, úgy el fogják puszítani, mint a fene.